Minden esetre átvezetésképpen a következő sémához, amiről szintén volt szó múltkor, Ericssontól egy történetet hadd mondjak el, és a következő séma, amire ez a történet átvezet bennünket, ez az alkalmatlanság-függőség séma. Emlékeztek, ebbe belekezdtünk, ezt szeretném a mai alkalommal majd kidolgozni. Azt mondja, jöjjön a történet. Talán leülök. Egy 9 éves kislánynál azt vették észre, hogy hanyatlik a tanulásban, és kezd elzárkózni a társas kapcsolatoktól. Amikor erről kérdezték, dühösen és könnyesen tiltakozott, hogy nem tett semmit. Az előző években jó iskolai munkát végzett, de a társas játékokban kicsit esetlenül mozgott. A szülei csak az iskolai romlás miatt aggódtak, ezért kértek tőlem segítséget. Mivel a kislány nem volt hajlandó orvoshoz menni, minden alkalommal az otthonukban találkoztunk esténként. Megtudtam, hogy bizonyos lánytársait nem kedveli, mert azok csak görkoriznak, tollaslabdáznak és ugrókötelznek, csak azzal szórakoznak. Megtudtam, hogy neki is van tollaslabda készlete, de rémesen játszottam. Miután a gyermek paralízis megnyomorította a jobb karomat, most Ericsson magáról beszél. Érdemes ezt is meghallani, hogy tulajdonképpen hogy tudott ő egy zseni lenni. Azt mondja, miután a gyermek bénulás megnyomorította a jobb karom, kihívtam őt egy partira azzal, hogy én elég valószínű, hogy még rosszabbul játszom. A kihívást elfogadta. Miután az első néhány partiban kialakult köztünk egy jó összhang, viszonylag könnyű volt előidézni egy enyhe, közepes transz állapotot. Néhány meccset éber transzban is játszottunk, s 3 héten belül kiváló játékos lát, bár a szüleinek nem nagyon tetszett a látszólagos érdektelenségem az iskolai nehézségek iránt. Majd később. Na, gyerünk. Egyszerre egy dolgot, rendesen, ahogy tanultad. 3 hét tollasozás után kijelentettem, hogy én biztosan rosszabbul gördeszkáznék, mint ő, mivel az egyik lábam is béna. A fejlesztésnek ugyanazt a folyamatát követtük, mint előbb, de már 1-2 alkalom is elég volt neki a megfelelő jártassághoz. Legközelebb pedig ugrókötelezni hívtam ki, hogy lássa, ebben is ő az, aki okítani tudna engem. Az ugrókötelezésben 1 héten belül megügyesedett. Ezután egy kerékpárverseny következett, azt emelve ki, hogy egyformán jól tudunk biciklizni. Merészen azt mondtam, hogy legyőzném őt, mire megígérte, hogy keményen fog próbálkozni. Már 1 fél éve volt kerékpárja, de még 1 kört sem ment vele. A kijelölt időpontban megjelent a bringával, és követelte, hogy legyek becsületes, és ne hagyjam magam. Tudom, hogy elég gyorsan tudsz biciklizni, nézni foglak, hogy nem csalsz-e, mondta Ericssonnak a lány. Fölszereltem a biciklim, ő követett az övén. Azt persze nem tudta, hogy 2 lábbal tekerés nálam lehetetlen, hogy csak a bal lábamat tudom használni. Gyanakodva nézegetett hátulról, és látta, hogy 2 lábam a pedálon van, és hogy nem gyorsulok. Végül meggyőzte magát, hogy becsületesen hajtok, le is hagyott teljes elégedettségére. Ez volt az utolsó találkozásunk. Azonnal nekifogott, hogy bekerüljön az iskolai ugrókötél bajnokságba. Az iskolai munkája hasonlóképpen javulásnak indult.